Koros Lajos visszautasítja Selmeci Gabriella mondatait. Ez egy teljesen szokásos dolog, ezt ezzel akartam kezdeni. Jó reggelt kívánok, képviselő úr. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, ami a két párt kommunikációjában zajlik, az gyakorlatilag arról szól, az egyik mond valamit, a másik visszautasítja, az egyik mond valamit, a másik kikéri. Önmagában az, hogy Selmeci Gabriella azt mondja, hogy mi lett volna, ha mi a baj? Hát, hogyha az anyósomon lenne áramszedő, akkor villamos lenne. Na látja, tehát, ez egy milyen régi mondat. Persze. Hogyha a Hollandia nem adja el a braziliai gyarmatait, akkor a cukoripar nem itt tart. Igaz, ez 400 év. Látja, és hogyha nincs magánnyugdíjpénztár, akkor lehet, hogy egészen másképp van minden, vagy nem? Hát, így gondolja, hogy vagy igen? Igen. Ha nincs magánnyugdíjpénztári rendszer Magyarországon, akkor két dolog bekövetkezett volna biztosan. A 2012-es évet követően az állam eladósodottsága olyan mértékű lett volna, amiből Magyarország nagyon nehezen tudott volna kilábalni. Tehát pont fordítva van, mint a Selmeci Gabriella állítja. A 90-es évek közepén világosan lehetett látni, hogy a demográfiai folyamatok következtében 2012 után olyan évjáratok jelennek meg a nyugdíjrendszerbe, ezeket Ratkó gyerekeknek hívjuk. A Ratkó korszak idején nagyságrendekkel, százezres nagyságrendben több gyerek született abban a négy évben, 50 és 54, majdnem 5 évben, 50 és 54 között, mint a háború és 50 között, és százezres nagyságrendben több gyerek született, mint az azt követő 5 évben. Ők most nyugdíjasok lesznek. 2012-ben jelennek meg a nyugdíjrendszerben az 50-ben születettek, hiszen a 62 évet be fogják tölteni. És ez az 90-es évek elején pontosan látszott, hogy az állam nem fog tudni megfelelő nyugdíjakat biztosítani. A megfelelőséget ugye közgazdasági értelemben használom. Egyszerűen nem lesz rá pénz. Nem lesz annyi pénz, mint amennyit ki kellene fizetni megnövekedett létszámú nyugdíjasnak. De nem csak, hogy többen lesznek a nyugdíjasok, hanem több nyugdíjat is kell adni. Mert akik nyugdíjba jönnek, ugye van két ilyen csúnya fogalom, az egyiket úgy hívják, hogy csereráta, a másikat pedig úgy, hogy helyettesítési ráta. Tehát itt az egyiknél arról van szó, hogy a saját fizetéséhez képest mennyi lesz majd az induló nyugdíja, a másik pedig az, hogy cserélődik az állomány, ugye, akik meghalnak, kimennek a rendszerből, és újak jönnek. És ez folyamatos, tehát kimennek, bejönnek, kijönnek, bejönnek. Akik bejönnek, azoknak magasabb az iskolai végzettségük, több a szolgálati idejük, sokkal több járulékot fizettek, következésképpen több nyugdíjat kell nekik adni. Na most a 90-es évek döntése az arról szólt, hogy legalább egyharmad részben, vagy közel egyharmad részben tehermentesítsük az államot a nyugdíjfizetési kötelezettség alól. Hát igen, de most ugye ez az időszak lezárult, hiszen a magánnyugdíjpénztárakról lassan múlt időben érdemes beszélni, és az embernek az az érzése, legalábbis én rendszeresen azt érzem, mint egy ilyen vadnyugati filmet látnék, ahol ülnek a lovon a harcosok, és visszafelé lövöldöznek. Tehát mindenki elmondja, hogy mi volt, és mi lett volna, ha. És ennek a világon semmi tetején nincsen most már 2011-ben, mert ugye pontosan tudjuk, jön a Ratkó korszakos nyugdíjazás 2012-től, de nincs magánnyugdíjpénztár. Így van, de hát ahhoz képest meg teljesen butaságokat beszél Gabika. Hát hogyha most nem tudták volna elvenni ilyen három... jóban vannak, Gabika. Egyébként jóban vagyok vele. Hogyha nem lett volna magánnyugdíj pénztári pénz, 3000 milliárd forint, akkor mi a Szűzmáriából vették volna meg a MOL részvényeket, amelyeket meg most el kell nekik adni, mert elbukta a magyar állam az ÁFA törvénnyel, ugye az Európai csak egy dolog, de az árfolyammal is baj van, ugye? Ott hát tegnap úgy hallom, hogy 28 milliárdot bukott rajta. Igen. Egy nap alatt 28 milliárdot bukott a MOL részvényel az állam. Tehát, hogyha nem lett volna magánnyugdíjpénztár, akkor miből veszik meg a MOL részvényeket? Az egy jó kérdés, hogy kellett, hogy megvegyék, de most ebben nem megyünk bele. Jó, akkor Selmeci Gabriella állításai, most lépjünk túl egy pillanatra. Lépjünk. Ugye a másik, amit én ígértem a kedves nézőknek témaként, az az, hogy nagyjából megpróbáljuk feltérképezni, mire készül a kormány ősszel. Az MSZP tudja, hogy mire készül a Fidesz-KDNP kormány ősszel? Nagyjából lehet tudni. Itt több százezer embertől el fogják venni a nyugdíjjogosultságát. Ezek a kedvezményes nyugdíjak. Valamilyen módon és okon kedvezményesen kapott. Én nem nyugdíjak. Tartom kedvezménynek például a rokkant nyugdíjat. Hát a rendszerben ugye így nevezik. De elég bután. Egyébként ugye van három olyan jogosultság, amely egyrészről abban segít a munkavállalónak,
hogy amikor ő nem tud teljes értékű munkát végezni, ez több mint 100 éves tradíció. Hát az első pénztárak még 1800-as évek végén, azok legelőször a rokkant pénztárak jöttek létre. Ez a klasszikus társadalombiztosítási rendszer, az később jött. Először a rokkant pénztárak jöttek, utána az egészségpénztárak jöttek, és a legvégén jöttek csak a nyugdíjpénztárak létre. Na most itt, ugye, itt arról van szó, hogy ha a munka végzésében valaki megrokkan, nem tud teljes értékű munkát végezni, ám de a jogosultságát nem kegyelemből kapta, hát ezek az emberek évtizedeken keresztül járulékot fizettek és adót fizettek. Jó, erre azt mondja a Fidesz kormány, hogy egész egyszerűen nincs miből tovább olyan módon, mint ahogyan, és meg kell nézni azt, hogy akinek jogos, az megkaphassa, aki pedig dolgozhat valamilyen szinten, fokon, módon, az pedig menjen vissza dolgozni. Persze, hát hazudnak. Múlt év február 8-án a miniszterelnök... Hazudnak. A miniszterelnök szó szerint azt mondta a nagy tévében, tehát a M1-en, a közszolgálati tévében, reggel 8 órakor. Azt mondta, hogy hál' Istennek a bajnai kormány egy működőképes nyugdíjrendszert hagyott hátra, hiszen előtte egy csomó szigorítást megcsináltunk. Korhatáremelés, a bónusz-málusz rendszer átalakítása, stb. Jó, hát az is benne volt a kormányprogramban, hogy megvédik a nyugdíjakat. Emlékszünk még erre a mondatra, nem? Igen, most úgy néz ki 1.700.000 embernek. Hát azt nem számolták meg tételesen, ez valóban. És a másik 1.300.000-rel mi lesz? Lehet, hogy 4.9-re a miniszterelnök úr másképp gondolta, de most elkezdjük a hazugságokra épülő kormánystratégia típusú kommunikációt, mert ugye az előző évek, mert pont az ellenkező oldalról megint csak a hazugságokról szóltak. Nézze, tehát ki hazudik nagyobbat, ez nem egy jó játék. Valahogy előre kéne jutni. Tehát az alapállás az, hogy mi, a szocialisták, a baloldal is abban érdekelt, hogy egy működőképes nyugdíjrendszer legyen a következő évtizedekre. Az egész ország ebben érdekel. Most azzal, hogy a magánnyugdíj pénztári rendszert szétverték, 20-30 évre az államot adósították el. Hát logikailag is a következőről van szó. A magánnyugdíj pénztár tagok 12 éven keresztül, nagy részük, mert volt, aki a múlt évben lépett be, ugye neki nincs reálhozama, hogy lenne, mikor egy hónapja lépett be. Ez is egy olyan ferdítés, egy ilyen sumák demagógia, hogy nem kapott mindenki reálhozama, hogy kapott volna, mikor egy hónappal előtte lépett be. De mondjuk tételezzük fel, ugye nagyon sokan beléptek. Nagyon sokan magától léptek be, önkéntesen léptek be. Tehát nem a kényszer miatt, hogy pályakezdőként kötelező volt a vegyes rendszerbe belépni nekik, maguktól léptek be. Akkor ugye egyharmadába tehermentesítette volna a magánnyugdíjpénztári rendszer az állami nyugdíjkasszát. Most azzal, hogy elvették a 3000 milliárd forintot, egy nagyon jelentős járulékbevételi többlet lesz a nyugdíjkasszába. Na de ezt csak ebben az évben lehet elszámolni, és a következő évtől kezdve pedig egy nagyon jelentős járadék kifizetési igénye lesz azoknak az embereknek, akik nyugdíjjogosultságot szereznek. Képviselő, ha jól gondolom, akkor ezt a következő hónapokban, években még többször folytatjuk, ugye? Nagy valószínűséggel így lesz. Ez a baj, látja, de köszönöm, hogy eljött hozzánk, és most ezt elkezdtük. Köszönöm szépen.